rajta van, ez már... Paplovak webshop. Táska, póló, telefontok, minden, ami kimocsi. Link a videó alatti leírásban. Wow! Pa-ra-pa-pa-pa, csak paplovak! Sziasztok, fiúk, lányok, paplovak vagyok is. Annyi kés kaptunk az Elemental Knife-tól, hogy... bele fogok rokkanni. Mi a franc? Mi a franc? Azt a mindenit! Hát ezeket most mind, de mind ki fogjuk bontani. Azt a rohadt mindenit! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 kés! What the actual fuck? 6 késszer váltunk. És mekkora dobozok vannak, érted? Tehát ezzel agyon tudsz verni valakit. Ne verjetek agyon senkit. Ez csak egy doboz. Nézzük meg, mik vannak a dobozokban. Meglepő módon kések lesznek, de eddig csak fétkésszel foglalkoztunk. Itt az ideje, hogy megnézzük az Elemental Knife-ot. Ez is elég vad lesz. Nézzük. A doboza azért más. Ez nincsen olyan cunci mágnesse megoldva, gyakorlatilag simán le van celluxozva, szóval semmi extra nincs benne, viszont adnak hozzá törlőrongyot, olyan, mint a szemüveg törlő kendő, you know. Van hozzá egy EKHA, mint Elemental Knife, Private Community Invitation. Ezzel belépés nyertél a privát társaságba. Holt késselők társaságra. És itt van maga a kés. Nagyon-nagyon kis kemény habszivacsba van berejtve. És milyen jól néz ki. Azt a mindenit. Ez a lila füst, ez nagyon durca. Ez milyen kés lehet? Ez nagyon jól néz ki. És kacok, ti lesztek azok, akik megmondják nékem, hogy ezek milyen kések. Mert én annyira nem vágom a cségos dolgokat. Én csak azt látom, hogy kicsit hasonlít Bélára, ha emlékeztek Bélára. Bélának is vannak ilyen kis tépőfogai. És gyönyörű. Ez a lila és talán rózsaszínnek a kombinációja. Nagyon jól néz ki. Viszont a build quality, szóval az, hogy hogyan van felépítve. Hát nem akarok az előző emberek, illetve az előző termék ellen beszélni. De ez durvább. Szóval ez actual kemény tökű késnek tűnik. Hát, ezt ki kell próbálnunk majd mindenképpen, mert ez, ha díszkés, szerintem meg is van élezve. Nagyon gizda. Nézzük a következőt. Én, mint hozzá nem értő, csak kibontottam pár kést, azt kell mondjam, hogy nekem hiányzik az, hogy igen, csávó, ez egy ilyen kés, itt meg itt használják. Ez tök igényes másik gyártónál, itt pedig nincs meg. Jó értelemszerűen, amikor rendelsz egy kést, akkor felmész, és látod, és meg tudod rendelni, és nem vagy olyan fogyos, mint én. De mivel ezeket én kapom, és nem tudom, hogy miket, így ilyenkor együtt derítjük ki, és ez nekem is meglepetés, és nem értek a késekhez, csak imádom őket, mert jól néznek ki. Ez szerintem egy karambit lesz, olyan, hogy... Megír az üres belső, megint kaptunk egy invitációs kártyát, e-mailt kell nekik küldeni, és akkor szeretnek minket, megkapjuk szintén a törlőkendőt, és akkor ez mi? Kapunk hozzá cipőfűzet, úgy sejtem, hogy ezzel, ha megnézitek, a tokon van egy ilyen kis bejárat, oda be tudjuk fűzni, és akkor akit tudjuk beakasztani mindenhova. Nézzük magát a kést. Aha, ez egy vérvörös pókember kés. Vérvörös pókember karambit. Nagyon szépen néz ki egyébként. Nagyon cinci. Egyedül talán, ami nem tetszik benne, az a műanyag markolata. Itt ott, mintha nem lenne normálisan lecsiszolva. És amiatt ilyen kis kiálló érdes dolgok vannak, amik egyébként körülbelül egy fél óra után le is kopnak. Ettől függetlenül jól néz ki. Jól néz ki, tetszik. Ez a sötétebb karambit, meg olyan picike, nem? Ilyen kicsi volt az összes karambitunk. Úgy emlékszem, hogy a másik gyártónak a karambitja talán hosszabb volt. Viszont így kézbe fogva, ez nagyon jó.
Tetszik, tetszik. Jól néz ki. Kerambit. Nézzük a következőt. Ó, na ez már gizda, ezzel már vigyázni kell. Ez egyértelmű, hogyha ez díszkés, akkor megettem a kalapomat. Nincs kalapom, megúsztam. Rohadt nehéz súlya van. Kicsikés viszont ez a kifordulós, ez a flip knife dolog. És így. Cut, bitch, get out the way! Azt a mindenit. Át, ez biztos. Ez nem. Ezek a kések a fétkészhez képest sokkal jobban meg vannak érezve. Nagyon keményen néz ki, és annyira, nem, le se tudom nektek írni egyébként. Tényleg nem műnek érződik az egész, hanem ez kőkemény cucc, azt a mindenit. Nagyon jó a tapintása, nagyon jó fogni ezt a hideg fémet. Fémből van az egész, vág ez? Fémből van az egész. Nagyon jól néz ki, nagyon. Hogy kell becsukni? Itt van egy kis gomb, igen, és akkor ezután be tudjuk csukni. Hopp, milyen jó hangja van. És megint. Oh, baby. Nagyon jól néz ki, nagyon tetszik a mintája is, ez is ilyen lila. Az az igazság, hogy én rájöttem, hogy késekből nagyon szeretem ezeket a lila füstös színeket, hiszen Béla is olyan, és ez megint csak egy lila füstös, őt megint szeretni fogjuk, valószínűleg használni is fogjuk többször. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Menjünk a következőre. Ez egy gut knife, bizonyám. Fa markolattal érezhetően. Fa markolat, ez is ki van érezve. Nagyon jó a fogásuk. Az az igazság, hogy nagyon jó a fogásuk. Itt van a kis béltépős része. Ez az, amikor így... És ehhez is kapunk valami extrát, ami itt van. A doboz úgy látom, hogy itt felemelhető. Lehet, hogy az összesben így volt, és én vagyok noob. Figyú, már hát van hozzá tok. Normális tok van hozzá. Hát ne hozzál már ideg állapotba. És én ezt eddig nem vettem észre. Ez az. Kiszedjük, és van hozzá ilyen kis igényes tokocska. Bele tudjuk rakni a késünket. A biztonságos utazásért. Nagyon jó. A mintája egyébként, most, hogy így újra előveszem, elég érdekes. Mert ahogy döntögeted, valahol úgy fénylik, hogy ez lila, valahol sötétkék, és volt tök fekete az egész. Tök furán reagál a fényre. Érdekes, nagyon-nagyon érdekes. Ezek tök jók ezek az apró dolgok, amik megszínesítik egyébként az ilyen kibontásokat. Hogy én eddig azt hittem, hogy ez egy fekete kés, érted? És így rakom le, és mi történt? Már valami megcsinál. És már is lila, és már is kék, és már is a szivárvány színébe ék! Ék, így van. Mint ékkő. Deal with life. Nagyon jó. Nézzük a következőt. Karambit. A változatosság kedvéért. Karambit. Nagyon szeretek a karambitot, hogy ebből küldik mindig a legtöbbet. Ez egy újabb karambit nekünk. Ekká rajta van. Ez már... Értem. Ez már alapból egy ilyen műanyag tokba jött. Ami elég gizda. Lepattintjuk a pattintóst, és... Zöld! Úgy néz ki, mint a belező kés, amit fel fogunk ízítani, szét fogunk vágni vele dolgokat. Úgy néz ki a mintája. Nagyon szép. Van rajta egy piros pötty, ami semmit nem jelent nekem. Attól félek, hogy ez megint valami olyan jelzés, ami a késeknél szokott lenni, hogy szervusz, ez éles, ez tompa, ez bármi. Minden esetre mind a két oldalán a markolatnak ott van ez a jel. És tényleg nagyon kemény. Nagyon jó feelingje van ezeknek a késeknek. Ha össze kéne hasonlítanom az előzőekkel, amit ki tudnék emelni talán, hogy szerintem ezek a kések egy picivel élesebbek, de nem biztos, hogy csak picivel, és például annak a kinyitható késnek a minősége szerintem jobb volt, mint a flip knife-nak, amit megnéztünk. Sokkal komolyabbnak tűnik az egész. Ettől függetlenül egyébként a fétkész is nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon szép, de ez valahol talán még egy lépéssel odébb van. Nagyon kafa, nagyon jók ezek a skinek. Olyan,
is igényesen van megcsinálva az egész. Nagyon tetszik. Ez alatt viszont biztos nem lesz semmi. Nézzük meg az utolsó kést akkor. Az utolsó késünk megint egy ilyen gigászi dobozba érkezik, amit megint csak nem bontottam fel. Baby! Azt a mindenit, hát ez valami limitált cucc lesz. Azt a mindenit, hát ez rohadt jól néz ki. Congratulations on your new knife, this special edition knife has been designed by the original Hyper Beast artist Brock Hofer. The blade features a new pattern inspired by the Hyper Beast design. Ez egy Hyper Beast kés, és Brock Hofer dizájnolta, ő csinálta meg, ő tervezte meg a mintát rá, és nagyon ízlen néz ki már csak ez a kis biléta is, amit beletoltat. Fú, gyerekek. Megvan az új kedvenc késem, talán? Már a markolata is... Ezzel fogok körmöt reszelni. Azt a te kemény... Milyen súlya van? Baszki, milyen súlya van? Azt a rohadt mindenit, és van rajta egy szem olyan, mint egy Shinigami. Nagyon kemény, dupla ilyen tépő rész van felül. Azt a mindenit, hát ez... Gyerekek, ez a legkomolyabb kés, amit eddig nyitottam. Ez nagyon durva. Azt a mindenit, de kemény. Béla, van baj? Beszélnünk kell, Béla. El kell menjél. Sajnálom. Bár más szeretek. Nagyon szép. Minden egyes íve, minden egyes kicsi apró recéje tetszik ennek a késnek. És fú, baszki. Hát közeledik a Halloween. Faragjunk tököt, skacok? Mit szólnátok hozzá? Egy jó kis tökfaragós videóhoz. Ezekkel a késekkel. Megnézzük, hogy bírják? Oh, baby! Wow! Még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és végignéztétek a videót. Remélem, hogy tetszett, és kellően informatív volt, már amennyire tudtam az lenni. A késeknek a linkjét megtaláljátok a videó leírásába, hogyha ti is szeretnétek rendelni, de azt kell mondjam, hogy ezt tudom a legjobban. Ez szerelem. Hyper Beast Design. Nagyon jó. Legyen csodálatos napotok, én Paplovag voltam. Na, csókolom. Véget ért a mókamára, zárul papi mókatára. Fiúk és lányok, hogyha jól éreztétek magatokat, ne felejtsetek el lájkolni Facebookon, követni Twitteren, feliratkozni itt a YouTube csatornámra, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mikor megyek éppen live-ra, gyertek, csatlakozzatok a Steam Community-mhez, a Steam Groupomhoz. Remélem legközelebb is velem tartotok. Nagy csókolom.